Kedves nézőink és hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Párbeszéd az emberér, egyházak szerepe a mai társadalma című műsorunk mai adása alkalmából. Külön szeretettel köszöntöm dr. Fábry Kornél atyát, aki lehet, hogy sokan ismerik, elsősorban talán Somogy megyébe jobban, de mostanában talán többször hallják a nevét, vagy látják időnként rádióban, hiszen a 52. Eucharisztikus Kongresszus Magyarországi Szervező Titkárságának a főtitkáraként látja el szolgálatát, ami azt jelenti, hogy 1938 után a legutóbbi Fülöp-szigeti nagy kongresszus után végül is ott dölt el, hogy Budapest legyen a következő központja. Az igaz, hogy tavaly kellett volna, hogy legyen, de hát a pandémia, mint minden, ezt is elvitte, de úgy tűnik, hogy ez év február 5 és 12 között azért Budapesten lesz ez a, majdnem azt mondom, hogy az egész világot érintő találkozás, aminek az érdekessége talán az, hogy a 38-ban Pacseli Biboros legátus vezetője, államtitkár volt, aki részt vett, akiből lett a 12. Pius pápa. Most meg az a megtiszteltetés éri Budapestet és a katolikusságot, hogy a Ferenc pápa 12-én, ha jól emlékszem, 11:30-től egy óráig legalábbis az úgynevezett záró szentmisét celebrálja. Ez azt hiszem, hogy óriási vonzerő lehet. Na, erről fogunk majd azért beszélgetni veled, de mielőtt eljutnánk odáig, hogy hogy is alakul ez a szeptemberi világra szóló esemény Magyarországon, illetve Budapesten, egy kicsit magadról, mert azért valaki nem jut egyik percről másikra, mondjuk egy bizonyos hivatás tudatig, majd annak választásáig. Hát, ha jól emlékszem, ugye 72-ben születtél, tehát azért, ha valaki számolja, akkor jövőre leszel 50 éves. Tehát azért ez egy érdekes pálya, és a te pályád meg különösen érdekes az első időszakod. Míg eljutotta odáig, hogy ezt a hivatását válaszol. Egy picit magadról. Hol születtél, hol jártál iskolába, és hol kaptad meg igazán azt a meghívást, vagy hívást, hogy azt mondod, hogy na, akkor én ezt a pályát választom. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek. Köszönöm szépen. Hát igen, 72-ben születtem Budapesten, a belvárosban nőttem fel, egészen 28 éves koromig egyébként. A Szemere utcai iskolába jártam, általános iskolába. Ez nagy előny volt, mert egy háztömbben laktunk az iskolából, tehát nem kellett messze menni. Utána a piaristákhoz jártam, mi öten vagyunk testvérek, abból három fiú, két lány, a három fiú mind a piaristáknál végzett, és 91-ben érettségiztem, és akkor már tudtam, hogy egy szállodigazgató szeretnék lenni. Hát az emberek közel álltak hozzám, a matematika meg a nyelvek szintén, mondom, ez pont ez a kombó. Úgyhogy felvételiztem is, de ott a felvételén hallottam a Jóisten hangját, hogy nem ide akarlak. És utána a második helyre beírtam a Gödöllői Agráregyetemet. Oda azért leginkább, mert édesapám is mérnök volt, az állatokkal végül is nincsen bajom, meg a mezőgazdasággal, mondjuk túl sok közöm nem volt hozzá, de tudtam, hogy nagyon jó ösztöndíjak vannak Franciaországban, hogy harmad-negyed éven. Úgyhogy elkezdtem oda járni, oda felvettek a pontjaim alapján, de aztán, amikor elém tettek 10 magot, hogy mondjam meg, hogy milyen növény lesz belőle, akkor mondtam, hogy hát én nem bocsátkoznék felelőtlen jóstársokba, de tanítassuk el. Úgyhogy aztán végig már csak jósítványszerzésért jártam ki, traktorra meg személyautóra sikerült is megszerezni. És aztán közben jött, hogy én tanár leszek, és francia tanár. Ott francia szakfordítóra jártam, agrármérnök francia szakfordító szakra. És akkor felvételiztem francia szakra, de nem vettek fel, és akkor a így kimaradó egy évben pedig az országgyűlési levéltárban dolgoztam, hivatalsegédként, aztán ügykezelőként. Ez egy francia érdekes nyelvtudással. Ahhoz nem kellett, ahhoz inkább nem egy kellett. Ilyen lótifuti munka volt, de ott a parlamentben is, de ott laktam mellett az Alkotmány utcában, de sosem voltam benne, így aztán naponta mehettem minden reggel 8-ra dolgozni, egy nagyon jó egy év volt, sokat tanultam belőle, és utána felvettek a francia szakra. És eltére, így van. És ott aztán 2 évet végeztem, és közben kaptam a papi hivatásomat, ami egy nagyon érdekesen alakult, mert hát végül is egy kiküldetésből. Mert én
Akkoriban már volt egy nagyon mély Isten tapasztalatom, bár addig is minden vasárnap jártunk misére, tehát otthon a hit az teljesen központi volt. Imádkoztunk otthon, emlékszem, édesapámmal együtt mentünk jó négy, havonta egyszer álltunk be a sorba együtt. Tehát, hogy annak ellenére, hogy a átkosban nőttünk fel, az Isten volt az első helyen. És hát aztán az egyetemi lelkészségre is jártam, elvégeztem egy Szentlélek szemináriumot, egy lelki gyakorlatot, ahol nagyon mélyen megtapasztaltam Isten szeretetét, és onnantól kezdve rájöttem arra, hogy az Isten legnagyobb ajándéka saját maga, és az eukarisztiában Jézussal találkozom, és innentől kezdve naponta kezdtem szentáldozáshoz járulni, és annyira fontossá vált, hogy hát az elmúlt 25-6 évben, hogyha néhány tucat alkalom volt, amikor kimaradt, akkor az sok. Tehát nagyon központivá vált, és így kezdtem járni az egyetemi lelkészségre is Pákozdi István atyához. Ott szerdán meg péntek reggel 7 órakor volt a szentmise, és egyszer csak megszólított, hogy nem tudok-e valakit, aki kimenne január 5 és 15 között Manilába egy ifjúsági fórumra. Nem hangzott valami vonzóan az ifjúsági fórum. Hazamegy, ja is tud angolul, ez volt még feltétel. És hazamentem, hogy hol van ez a Manila, hát a Fülöp-szigeten. Mondom, hát ha nem kell angolul tudni, akkor még nem tudtam angolul. És megnéztem a vizsgai időszakot is. Hát mondom, 5 vizsgám, és ki szerettem volna menni még Párizsba a tezé találkozóra. Ez 95-ben volt, nem 90, igen, 95 januárjában így van, és hát végül sikerült 4 vizsgát betenni karácsony elé, jó sűrű volt, és egyet hagytam január végére, és így kerültem ki a Fülöp-szigetekre, és ott egy nagyon nagy Isten élményem és egyház élményem volt, tehát ott azért 4,5 millióan voltunk a pápai misén, és egy fantasztikusan hívő népet láttam ott. Tehát az, hogy a bevásárlóközpont közepén ott van egy piéta, egy életnagyságú piéta, az emberek megállnak és imádkoznak, vagy bementem egy hétköznap egy nyitott templomba, elég nagy templom volt, de vagy 200-an ültek ott, anélkül, hogy bármilyen liturgia lett volna, csak imádkozni. Tehát nagyon mélyen hívő, nagyon igen, szegény, de nagyon mélyen hívő igen nép volt. És hát igazából ott kaptam a hivatásomat, tehát ezt mondhatom, és azzal jöttem haza, hogy hát végül is ez szeretném, az Isten. De akkor még arra nem gondoltál, hogy Manila után te leszel ugyanaz más volt, de hogy ott volt ugye az utolsó idézőjében az 51., hogy az 52. pedig te valami olyan tapasztalatot is hozol magaddal. Ide. Igen, csak ugye az ifjúsági találkozó, tehát én nem voltam kint 16-ban az eukarisztikus kongresszuson, de ez is nagy élmény volt az ifjúsági találkozó, tehát egy fantasztikus esemény volt. Másik János Pál pápával is találkozhatunk, mind delegáltak, tehát hogy Magyarországról ketten mentünk fiatalok, meg Ternyák Csaba, akkor püspök atya jött, mert ő a németeknek tartott egy katekézist. Tehát így jöttünk haza, és aztán éreztem, hogy hát a legnagyobb örömöm, hogyha az Isten irgalmát megosztatom az emberekkel, papként még fel is oldozhatom a bűneik alól, tehát még jobb. Úgyhogy aztán így lett az, hogy ezt az igent kimondtam, és aztán jött megint kérdés, hogy fejezzem ebbe a francia szakot, és akkor 3 év múlva menjek, vagy pedig következő szeptembertől minden hidat felégetve magam mögött lépjek tovább, és hogy melyik egyházmegyébe. Itt hosszú lenne elmesélni, de nagyon sok jelet kaptam a Jóistentől, hogy a Kaposvári egyházmegye volt a legszegényebb egyházmegye. Akkoriban a papok átlag életkora 63 év volt, és hallottam, hogy valakinek 20 faluja van, meg 8-9 miséje egy hétvégén. Tehát, hogy mondtam, ide biztos kell a pap, és tehát egy hosszú lenne, de fantasztikus módon vezetett a Jóisten, hogy a végén kimondtam, hogy igen, jövök, és egy ilyen nagyon nagy békét kaptam, ilyen izgalomban teli békét, és szerintem a Jóisten megtörölte a homlokát a végre. De azért a teológiát azt itt végezted. Igen, tehát oda felvételiztem, és Balázs Béla püspök atya a központi szemináriumba küldött, gondolt, hogy ha eddig egyetemre jártam, biztos fogom győzni itt a egyetemi szinten, tehát hál' Istennek sikerült. És akkor utána 2000-ben szenteltek pappá, és egy külön élmény volt, hogy Rómában volt a következő ifjúsági találkozó 2000-ben, tehát én 95. januárjában kaptam a papi hivatásomat Manilában, és aztán 2000-ben már a Szent Atyával tudtunk koncelebrálni az árómisén, tehát egy szép keretet alkotott így. Ez egy érdekes, hogyha belegondolok, hogy te az a negyedik gyerekként születtél nagy családba. Én 5. gyerekként születtem, mi 7 voltunk testvérek. Itt 4 fiú és 3 lány. Sajnos a 2 fiú már nincs közöttünk. Az egyik szintén papnak készült, de aztán végül is az élet úgy hozta, hogy 56 elsodorta is Bécsbe, aztán ott szolgált és már orvosként, de mindszenti bécsi találkozása ott minisztrált neki. Tehát érdekes módon, hogy a családok közt azért a család belső hovatartozása az azért óriási inspirációt adhat a jövőt illetően egy embernek a
mondjuk a hivatásának választásán. És gondolom, hogy itt, ahogy mondod, hogy édesapáddal együtt mentetek, ez egy óriási példa volt, mert ez nem mindenhol jellemző. Hát igenis, ráadásul a család másik ága is egy nagy magyar család, ez a nagykállói Kállai család az édesanyám ágáról. Igen? Ugye, nemrég megkaptam a családfánkat második Andrásig vissza. Menően. Tehát az, hogy a nagymamám sírjánál a boldogasszony anyánkat énekeljük a régi magyar himnuszt, ez mutatja azt, hogy a családfából is kirajzódik a magyar történelem. Tehát ez is egy nagyon szép örökség, mondjuk olyan noblesse oblige, tehát hogy a magyarságért, a keresztény hitért tenni és az életünket adni, ez egy alapvetően jó dolog. Nem csináltatok ti már még mondjuk ilyen, hogy családi világtalálkozót? Igazából minden húsvét és karácsony ilyen, de legalábbis itt Magyarországon élnek, tehát a pandémia előtt minden húsvétkor és karácsonykor összegyűlik a nagy család, ami azt jelenti, hogy az édesanyám testvére is onnan lefele a leszármazók, hát ez 80-valahány főt jelent, hogyha mindenki ott van. Így van, az a helyzet, hogy én úgy érzékem, hogy hasonlóan gondolkodsz. Én azt mondom, hogy a ma élőknek kutya kötelessége az ősök üzenetének átadása, ahhoz pedig meg kell ismerni. Ugye a mi családunk is egy felvidéki nemesi családról van szó, közel 800 éves családról, és én úgy döntöttem, most már kettő ilyen világtalálkozót, hogy a világ bármelyik táján lévő, mindegy, hogy Ausztráliában vagy Kanadában van, találkozunk, és adjuk át egymásnak azt, és az ősök cselekedeteit hogyan tudjuk a mai gyerekek, hogy is mondjam, gerincévé tenni. Ne színekbe gondolkodjon, hanem a családban lévő ősöknek a cselekedetei, hazaszeretete és így tovább. Ez kell, hogy adja igazán az igazi ényét. Ezért mondom azt, hogy holnap lesz például édesapámnak most már negyedik úgynevezett szellemi örökségének átadására egy konferencia, amit Kassler Miklós fog megnyitni. Tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy ameddig élünk, addig adjuk át azt, amit örököltünk, és azt, amit ő örökölt, azt is vigyük tovább. De elnézést már, hogy itt. Tehát ezért mondom, hogy a Kállai család, én sokat jártam arra, persze a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyő Nagykállón is. De Kálló hát, semmi, Nagykálló ezek a... Hát igen, és ismertem is ezért, hiszen ő azért egy, ha jól emlékszem, máltai... Igen, több máltai lovag is van ilyen családban, a Kállai én Tamás is, van, én is a máltai közben parancsoki rangot kaptam máltai. Ja. Na jó, elnézést már, hogy itt ilyenek be. Hát egy nagybátyám volt a Kállai Kristóf, a máltai nagykövet. Na az. Tehát, hogy meg a Kállai miniszterelnök is a család. Igen. Úgyhogy igen, szóval ez egy jó tudni, hogy honnan jövünk. Tehát az, és az, hogy a magyarság mennyire fontos számunkra. Erről van szó. Egy ilyen történetet tudok még a Kállai nagyapámról, aki a Magyarországon a rizstermesztést honosította meg. Anyukám azért született Szarvason, mert ott volt a telep, és emlékszem, egyszer a időjárási körülmények miatt nem volt jó a termés, illetve hát tönkre ment egy nagyobb rész, és mondta, hogy na, ezt a részt hagyják, így a többit szántsák be. És feljelentették, hogy ő a népnek a vagyonát csak így beszántja, és hát jöttek is az elvtársak, és mondta, hogy ilyen volt az egész. Ja, jó, akkor köszönjük. Tehát, hogy volt annyi okossága, hogy azt meghagyta. Még egy másik ilyen esetről tudok, amikor hát behívták, hogy valaki ellen tanúskodjon ugye abban az időszakban, és akkor annyit mondott, hogy amit el szeretném mondani, hogy ezt leírtam, és 8 barátomnál különböző helyeken letétbe helyeztem, nem kívánok többet hozzátenni. Hát Kállai elvtárs nem ezt váltuk magától. Ez volt a válasz, de őt nem érdekelte. Tehát, hogy tényleg volt egyfajta bölcsesség. Hogy én nagyon örülök az, hogy ezt nem tudtam, hogy neked egy ilyen ősi, úgymond család háttered is van, ebből is lehet rengeteget merítkezni, de az érzésem, hogy csinálod is. Próbálom, igen. De hát azt gondolom, hogy a hazaszeretet, a keresztény katolikus hitnek a megtartás, ez mind benne van. És hál' Istennek összes testvéreim, nagybátyáim, nagynéneim, mind hitüket gyakorló katolikus emberek, úgyhogy ez jó egy ilyen közegben lenni, mert ott közös az érték, az, amit tovább tudunk adni mi is. Pák Kozdi atyával szintén csináltam interjút, és hát ő is egy élő történelem. Aki ugye inspirált téged, és végül is
ő valahol elindította a pályádat. Igen, tehát nyilván ez nagy szerepe volt benne. Akkor francia is elég volt, hál' Istennek, ahhoz, hogy kimehessek erre a ifjúsági fórumra. És hát tényleg nagyon-nagyon nagy élmény volt. Tehát csak azt látni, hogy ott volt közel 3000 püspök. És amikor jött a Szentatya, akkor ők így mondták, hogy akkor az életjátékát mutassuk be neki, és hullámzott a 3000 püspök, ahogy fogadta a Szentatyát. Olyan életvidám egyházképet adott. És ez azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy mi örömhírt hirdetünk, és ahogy Snellgy, hogy jó Isten nyugtassa, ő mondta azt, hogy hát logóra nem lehet evangéliumot hirdetni. Tehát ott abszolút lehet ezt a játékos, Isten gyermeki jelenlétet, hogy igen, lehet, hogy magunkat nem veszük komolyan, de a Jóisten ügyét az biztos. És azt pedig örömre hívott. Nagyon sajnálom, hogy Snell György atya elvitte a pandémia. Vele is csináltam interjút, az ő élettörténete is érdekes volt, és amikor sajnos elment, akkor több televíziónak is javasoltam, hogy azt, amit vele csináltam, az volt az utolsó kvázi élő adás. Tele volt vitalitással, tervel. Nem gondolta volna, hogy jön egy vírus, és őt elég hamar elviszi. Úgyhogy azt hiszem, hogy sok embert váratlanul ért az ő halála is. De hát én szerettem, mert egy őszinte, tiszta ember volt. Na, már elnézés, hogy itt... Mert azért sok közös ismerősünk van, és ugye említetted Balázs Béla püspök urat. Oda is elvittem a nyugdíjasokat, mert ugye mostanában azt csinálom, hogy a igazságügyi minisztérium nyugdíjasait viszem, de olyan helyekre viszem, ahova ők nem nagyon életükbe se nagyon tudták igazán kinyilvánítani, tegyük föl a hovatartozásukat. Így Magyarország színes vallási kultúráját és azok személyiségét honnan ismerték volna. Az én korábbi munkakörömből adódóan ezek a kapcsolatok megmaradtak, és ő is szívesen fogadott. És egy nagyon aranyos volt, hogy egy beszédet mondott ott a püspökségen, 50 emberrel, és az emberek nagy része sírva fakadt. Hát a beton. Na, valamit igen, azért őróla is. Igazából emlékszem, mikor a felvételi volt, akkor engem kis késéssel jelentkeztem, mert volt a püspöki székházak a felszentelése, és én teljesen véletlenül keveredtem oda. És akkor Kemenes Gábor atyával mentünk lefelé, meg a Vágvölgyi Évával, aki a Jeromos Biblia Társulatnak oszlopos tagja, és a mise után azt mondja, hogy na gyere, bemutatlak a betonnak. És lefele a kocsiba Kemenes Gábor atyával végig arról beszélgettünk, hogy a pasztoráció, a lelkipásztorkodás hol jobb, vagy hol könnyen, milyen lehetőségek vannak, vidék, Budapest, nagyváros, kisváros, falu. Erről beszélgettünk végig, hogy... És akkor oda megy oda-vissza a betonpüspök atyához a Éva, és mondja, hogy hát kedves beton, itt van a Kornél, nagyon jámbor gyerek, és erre a Balázs Béla püspök atya azt mondja, hogy nem elég jámbor, ha elég jámbor lenne, már jelentkezett volna a kispapnak. Hát mondom, ha tudnám, miről beszélgetünk egész idáig, hanem még egy hétig szóba állunk veled. És akkor hazamentem, akkor elmentem Homokkomáromba, az is egy teljesen véletlenül adódó dolog volt, mégis ott imádkoztam át, és mondtam ki azt, hogy igen, és jövök, és Somogyba megyek, és utána felhívtam a Pákozdi atyát, hogy kérlek szépen egy papi ajánlás, ez jól meggondolta, tehát ő nyilván szerette volna, hogyha ide Budapestre jövök, és akkor megírta, és akkor egy hétre rá lementem, és a püspök atya ecsetelte a helyzetet, tehát az, hogy tényleg a szegénység, hogy hol mi van, és hogy továbbra is ide szeretnék-e jönni. És mondom, hogy igen. Tehát, hogy mégis az gondolom, hogy... új egyházmegyéről van szó. Egy új egyházmegye, így van, tehát ez 93-ban alakult, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség, és azt látom, hogy nagyon sok fiatal pap van most. Tehát ahhoz képest, amikor én jelentkeztem, hogy hát 63 volt az átlag életkoruk, most ez azért lejjebb csökkent, hál' Istennek, és én nagyon megszeretem a somogyiakat, remélem, hogy ez kölcsönös. Tehát azért 10 évig voltam, érdekesen alakult utána, mert hogy a 5. év végén felszentelt a püspök atya, és a 6. évet, én már papként az Párizsban töltöttem az Emmanuel közösség tagjaként, és ott írtam a licencia dolgozatomat. És akkor ott káplán voltam, és közben félig pedig írtam a dolgozatot, amit aztán utána hazaérve lettem Kaposváron káplán, a Varga László plébános atya mellett, aki azóta már kaposvári püspök. Ez a Szent Imre. Szent Imrében így van, ott voltam 2 évig, tanítottam gimnáziumban, és mellette akkor megcsináltam a licenciát. És akkor mondta a püspök atya, hogy hát még tovább kéne tanulni, és hogy doktoráljak le Rómában.
Hát mondom, annyira nem hiányzott, ugye a lelki pásztorként ember benne van az élet sűrűjében, hogy aztán végül is 2 év káplánkodás után kerültem ki, és ott nem fogadták el a licenciámat, mert hogy a püspök atya rám bízta, hogy miből szeretném ezt csinálni. És gondolkodtam, hogy hát mi az, ami hozzám közel áll, és gondoltam, hogy hát pasztorális, jó, de azt csinálni kell. Liturgiát azt is inkább csinálni kell, hát mondom, valami komolyat kéne is, hát a biblikum. És végülis nem a biblikus intézetet választottam, mert az tényleg nagyon-nagyon szakirány, és rengeteg energia, és tényleg inkább a biblikus teológia vonzott. Már csak azért is, mert Székely János püspök atya tartotta nekünk a biblikus teológiát, és minden órája lelki gyakorlat volt. Azóta is hálás vagyok neki, tehát neki köszönhetem, hogy biblikus teológiát választottam. Viszont nem fogadták el a budapesti licenciámat, hanem helyette kellett egy szaklicenciát csinálni, ami 3 évet elvett. De utána 2 év alatt sikerült így befejezni a doktorit kint, és utána kerültem vissza, úgyhogy már ugye a doktori képzés is 3 év, de 2 év után ezzel elkészültem, és akkor feljött a püspök, hogy mit csinálják, hát gyere haza. Jó, így hazajöttem, és annyi kellett már csak, hogy a néhány dolgot befejezni a dolgozaton, amihez csak egy darab számítógép kellett, és aztán ki kellett vinni, bemutatni és megvédeni, aztán meg a kiadást kivinni. Ennyi és volt a doktori címet is mindjárt megkaptad vele együtt. Hát azt kicsit később adták oda, így a tanulmányi osztályon kinyomtattak egy A4-es tabulát, tessék, itt van, köszönjük szépen. Tehát ez volt a nagy doktori átadás, de nem is ezért csináltam, egy szép élmény volt, egy biblikus retorikai analízis volt Márk evangéliumából egyébként. És akkor utána hazatérve Kaposfüredre kerültem, ahol egy nagyon kedves atya volt előttem, 88 évesen még plébános volt a Feri bácsi, és 44 éve ő volt a plébános. Úgyhogy örültem annak, hogy én azt elterveztem, hogy ha valaha kineveznek plébánosnak, szeretnék az elődömmel koncelebrálni. Tehát ne azt gondolják, hogy itt most valaki kitúrja az idős atyát, hanem hogy tényleg ez egy stafét, amit átadunk, majd én is át fogom adni. És egy nagyon szép élmény volt, hogy tényleg együtt végig is úgy volt, hogy ő misézik, én prédikálok, bemutatkozom, és aztán szegény az előző este elesett, és egész éjszakát a földön töltötte, és reggel találtak rá. Úgyhogy mondta, inkább én is misézek, ő csak ott ült a Szent Misén, és akkor én miséztem, prédikáltam. Nagyon szépen köszöntötték a hívek, és hát így vettem át aztán Kaposfüredet, és mellette még Somogy Aszalót, Magyar Egrest, Jutát aztán később. És hát egy nagyon klassz 8 évet töltöttem ott. Mellette tanítottam hát először még a Szegedi Egyetemhez tartozó hittanár nevelő tanárképzés, aztán a Veszprémi Hittudományi Főiskola vette át. Ott voltam egy hittanár nevelő tanár mesterképzésnek a vezetője, és mellette pedig a Kaposváron a Művészeti Egyetemnek a színészeit tanítottam biblia és vallástörténetre. Egy nagyon klassz élmény volt a színészekkel végigvenni József történetét például, tehát egy ilyen. Tehát a kettő is a gimnáziumban, a katolikus gimnáziumban tanítottam még 2 osztályt. Tehát így egy 8 évet töltöttem, és akkor jött a hívás Bíboros Atyától egy márciusi első pénteken, éppen egy idős néninél volt, amikor csörgött a telefon, hogy Erdő Péter Bíboros. Egy kicsit térjünk vissza a Kaposfüredre, mert azért az, igen, a 8 év az azért nagyon sok élményt adott, nem csak neked, hanem másoknak is. Hát mi az, amire azt mondod, hogy kimondottan büszke vagy, amit ott tudtál csinálni a pasztorációs munkád során? Hát nagyon szép lett a templomkert, mert rendszeresen nyírtam. Nem, nyilván csak a vicc része. Hát aminek örültem, hogy amikor oda kerültem, nagyjából olyan 40 ember járt templomba, és hát végül is a 8 év alatt sikerült felújítani és kibővíteni a plébániát, azzal kezdtük, mondom, itt kell közösségi tér, mert nagyon pici volt az épület, ahol aztán alfa kurzusokat tartottunk, abból 14-et. Az alfa az egy vacsora sorozat nem hívők számára. Ezt nagyjából 400-an elvégezték, és közülük nagyon sokan lettek aztán megkeresztelve, elsáldozók, bérmálkozók. És ez az egyik, aztán sikerült a templomot is felújítani, mert nagy vágyam volt, hogy legyen benne egész nap szentségimádás, legalább reggeltől estig, de hát eddig hideg templom volt, hogy drága volt a fűtése. Mondom, hogy ha oda azt kérem, hogy minden órában üljön valaki, hát 2 hét után nem lesz senki, mert felfáznak. Úgyhogy sikerült egy pályázattal, meg egyéb segítségekkel úgy felújítani a templomot, hogy padlófűtést tettünk bele, egy hőszivattyús rendszerre, tehát környezetkimélő, és egy 14-15 fokot tudtunk temperálni egész télen a templomban, amiben egy kabátban egy órát bárki el tud tölteni, és nem fázik. És hogy az, hogy reggeltől tényleg sikerült ezt megoldani, és azóta is tart, hogy reggeltől estig, hétfőtől péntekig mindig ott van valaki, aki szentségi választ végez. Tehát végül is azért hagytál nyomot magad után. Egy rendszer beindításával,
tovább folytatódik. Ez egy, mint én pedagógus vagyok, és te is kvázi pedagógus vagy, hiszen tanítottál, és maga a papi pálya is végül is azt lehet mondani, hogy a pedagógiának egyik érdekes, de ugyanúgy az emberek műveltségének, szeretetének és egyéb dologra tanító. De azért érdekes, hogy ugye említetted Székely János atyát, aki ugye a cigánypasztorációnak a magyarországi, én mondhatnám, hogy első számú embere, ővele is csináltam természetesen. Milyen hatással volt rád például ott ebbe a falvakba, ahol elég sok cigány is van? Érdekes, hogy a mi területünkön nem nagyon voltak annyira, de a szomszéd házaspár örökbefogadott 5 gyermeket, és közük voltak cigánygyerkőcök is. Nagyon jóba voltunk, hát fociztunk együtt, játszottunk együtt, hittarra jöttek. Tehát, hogy én abszolút megértettem, hogy meg nyilván voltak keresztelők, temetések. Én nagyon szeretem őket, és tényleg egy nagyon különleges kultúrát képviselnek. De úgy szót lehet abszolút érteni, és nyitottak is. Úgyhogy még ha annyit mondhatok, hogy aminek örültem, hogy tényleg nagyon sokan kezdtek aztán járni, és a közös programok a majálistól kezdve a templomkert takarításig, aztán parkolópartikat szerveztünk. Tehát nagyon fontosnak éreztem, hogy olyan programokat csináljunk, amik lehet, hogy profán, de az a bejárat ahhoz, hogy aztán a hit felé el tudjuk vinni az embereket. Hát egy nagyon érdekes, izgalmas pálya első időszakát ismertük meg. A papi pálya kezdete, szépségei, eredményei után egy új feladat, ami gondolom, hogy meglepett, amikor Biboros atya azt mondta, hogy mi volna-e kedved, vagy nem tudom, hát úgy döntöttünk, vagy valami. Mi volt itt az első, erre a te válaszod? Hát eleve meglepett egy telefonhívás Biboros atyától. Régen találkoztunk, 8 éve nem nagyon láttuk egymást. És akkor fölhívott ezzel, hogy lesz a kongresszus, és hogy létre kell hozni az általános titkárságot, annak kell, hogy legyen egy főtitkára, és hogy ezt elmondta, hogy mi minden áll rendelkezésre, hogyan kellene, van 4 évünk, stb. És azt kérdeztem, hogy jó, de ezt hogy tudom ezt Kaposfüredről csinálni? Nekem nagyon nagy terveim voltak még Kaposfüreddel, szeretünk volna a közösségi házat, mert láttuk, hogy már kinőttük a plébániát, tehát hogy ott azért havonta 400-500 ember megfordult a plébánián, tehát tényleg egy 8-10 embernek volt kulcsa hozzá, tehát bármikor be lehetett jönni. Ha nem voltam otthon, akkor is élet volt. És tehát sok-sok terv volt még a fejemben, és akkor mondta, hogy hát fel kéne jönni Budapestre. És mondom, mégis mikor? Hát, hogy most tavasszal. Hát ez nagyböjt legeleje volt. Mondom, ez 16, ugye? 16-ban így van. Mondom, hogy hadd kérjek egy pár nap gondolkodási időt, mert azért addig se lógattam a lábamat. És akkor hát megimádkoztam elég alaposan, úgy végülis az eukarisztia nekem nagyon fontos. Tehát mind a szentmise, mind a szentségimádás, látom a gyümölcseit, és tényleg ő van a középpontban. Az eukarisztia a keresztényetünk csúcsa és forrását, egy eukarisztikus kongresszusnak ez a célja, hogy ezt a hitet erősítse az emberekben, illetve felkínálja a nem hívőknek, hogy ha akarsz örökké élni, akkor itt van az út, aki eszi az én testemet, iszta az én véremet, örökké élete van, mondta Jézus. Úgyhogy ezen gondolkodtam, és azt mondom, hogy végülis kedvem lenne hozzá, de néztem, hogy hát azért itt le kell zárni valamit, át kell adni, stb. És akkor kértem egy kis időt, és egy szentségimádás alatt vittem a Szentírás magammal, egyedül voltam Jézussal a templomban, és ezen imádkoztam, hogy most ez az én feladatom, vagy nem, mert ez a legfontosabb. És úgy döntöttél, hogy elvállalod ezt a felkérést. Hát Jézus gondolta úgy szerintem. Jó, ez aranyos, és az is. És igaz is. Ez tehát igaz is, mert mondom, végül is Jézus a szeretet. Ez igaz, és ez a szeretet meghívása. De ennél sokkal több volt. Ennél több volt. Tehát szó szerint mondom azt, hogy egy, nem nagyon szoktam ilyet csinálni, hogy kinyitom a Szentírást akárhol, de egy óra imádság után mondtam, hogy kérek a Jóistentől még egy jelet. És elkezdtem olvasni azt a részt, és egy az egyben visszhangoztak a Biboros atyának a szavai. És egy nagyon nagy bátorítás, hogy állj neki, amíg véghez nem viszed a tervet, veled leszek. És aztán átküldtem lelki atyának, Varga Laci atyának, hogy ő is nézzem, hogy mit gondol, jött a válasz, hogy ez több, mint evidens. De ez is aranyos, hogy Laci atyának hívják a püspök urat, de mai napig akkor még nem volt püspök, akkor de is most volt. Is. Persze. És azóta utána Biboros atya följött, hogy döntöttem, és mondtam, hogy igen, de most nem tudok felmenni, annyit tudok vállalni, hogy most hetente 2 napot beleprésedek az életembe, és az följövök Pestre, és akkor utána várjuk meg a dispozíciókat, és akkor így szeptembertől költöztem fel végül is Pestre, ahol ugye felújítás alá került az épület, ahol a titkárság volt először, és addig a bátyáméknál laktak, befogadtak egy évre, és akkor onnan jártam be, és utána pedig már be tudtunk költözni az épületbe, a Vörösmarty utcába.
Aranyos Kornél atya, tudod, mire gondoltam? Ugye a Mari néni és a János bácsi eszével is kell tudni gondolkodni. Nem biztos, hogy tudja, mit jelent az, hogy eucharisztikus. Hogy ennek ezt hogyan lehet úgy lefordítani, hogy tudja, hogy miért, és mit jelent, és miért fontos számára. Igen, egyébként sokakat elriaszt ez a név, hogy eucharisztikus kongresszus. Igen. Tehát, hogy azt gondolják, hogy hát ez valami szűk körnek a tudományos konferenciája, de nem. Az eukarisztia ugye nehéz egy szóba visszaadni, mert hogy hálaadás jelent, magát a szentmisét és az oltári szentséget. És a maga a kongresszus, az pedig a szó eredeti értelmében ugye összejövetelt jelent. Tehát azt mondjuk, hogy az eukarisztia körüli összejövetel, egy nagy találkozás, hogyha a számokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy 38, amikor itt Magyarországon volt először és eddig utoljára, azon is 500 000 ember vett részt. Tehát egy fantasztikus ünnep volt. És én azt mondom, hogy erre mindenkit várunk. Egyébként különböző elnevezéseket is hallottam már így, valaki eukaliptusz kongresszus mondott, a kis 8 éves kisfiú a mise után mondta, hogy ő az eurocentrikus kompresszusért imádkozott. Tehát, hogy nyilván ez nehéz így megérteni, de ha már értjük azt, hogy mi az eukarisztia, akkor már értjük, hogy itt Jézus szeretnénk a középpontba helyezni, őt szeretnénk megdicsőíteni, megerősíteni a katolikusok hitét az eukarisztiában, mert hogy nem véletlenül hajtunk térdet, az nem az oltár előtt, hanem az eukarisztiában jelenlévő Jézus előtt. És ugyanakkor pedig meghívás, egy evangelizáció minden jó szándékú ember felé, akik azt mondják, hogy hát azért az élet nem érhet véget a halállal. És az egyháznak van válasz arra, hogy mi van utána. Úgyhogy ez egy meghívás, egy evangelizáció, és erre kaptunk küldetés Jézustól. És nagyon bízom benne, hogy ez a kongresszus, amit most végre szeptemberben meg tudunk tartani, ez tényleg sokak számára egy revelációval fog hatni, hogy hát erről van szó. Tehát, hogy nem csak csinálunk egy jó programot, hanem gyertek, nézzétek meg, térjetek meg, hogy találkozzatok Jézussal. Ezért ez a mottónk egyébként, hogy találkozz Jézussal Budapesten, mert az eukarisztiában Jézus van jelen, a találkozó a kongresszus, Budapest pedig a helyszín. Tehát, hogy és Jézus maga mondta, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok velük. Hát mi reméljük, hogy nem ketten-hárman fogunk összegyűlni, hanem 10-100 000 ember. Hát itt ember. Is több 100 000 ember várható. Én most is ezúton is köszönöm azt, hogy Biboros úr is te fogadtad azokat a nyugdíjasokat, akiket 2 évvel ezelőtt a székházba fogadott, és mondta, hogy hát jó, semmi akadálya, csak hát délután mennünk kell Vatikánba, Kornél atyával együtt visszük a programtervezetet. Én mondom, hát délelőtt 10 óra körül lenne, és hát egy rövid időszakban legalább az, hogy érezzék ezek a nem fiatal emberek, hogy mi is ez, amiről most beszélünk, és aminek te úgyis mondja, fő mozgatója is vagy, és összefogója, koordinátora is. Biboros úr azt mondta, hogy jó, hát egy 10 percet, 45 percig beszélt. Ezek az embereket, ha láttad volna az arcukat, hogy eljöttünk valahova, nem tudjuk, hogy mit fogunk hallani, és közben volt akinek a könnye is. Mert eszébe jutott, hogy 38-ban az ő édesapjának a nyakába ült, mert ott volt. Tehát érted, amikor átélik, na most ezért mondom azt, hogy sokszor mindig a mások eszével, tehát az empatikus készség nélkül azt hiszem, hogy nincs igazi lelkipásztori feladat, de ez tulajdonképpen mai napig bennük van. Így van. Hát én is ugyanezt tapasztaltam, bármerre jártam az országban. Sokan ezt mondják, hogy az én édesanyám, édesapám, nagypapám, nagymamám egy életen át erről beszélt. 5 nap volt Budapesten, de egy akkora élmény volt, pedig az időjárás sem volt a legjobb, volt, hogy szakadt az eső. Mégis egy olyan élmény volt számukra, ami egy életre meghatározó élmény volt. Én nagyon bízom abban, hogy a mostani fiatal generációnak is egy ilyen élmény lesz. És nem tudom, hogy tudunk-e beszélni magáról a programról, hogy mi minden hát, persze, vár. Persze. Mert hogy lesznek benne nagy események, és lesznek aztán egy központi maga, ami maga a kongresszus, ami ugye hétfőtől péntekig a Hung Expo-n lesz, az egy óriási lelki gyakorlat. Ez, igen. Ezt is kevesen tudják a helyszín, ahol állandó így van. Pergő program van. Igen, ugye kezdünk majd szeptember 5-én vasárnap egy nyitómisével, ami a Hősök terén lesz, hiszen 38-ban is ott volt.
Ugye tavaly arról volt, hogy még a Puskás stadionban tudjuk ezt tartani, de most egyéb már le voltak foglalva ezek a helyek, így a Hősök terén lesz a nyitó mise, ami első áldozással lesz egybekötve, és már ugye tavaly lett volna 4700 első áldozónk, csak aztán ugye a pandémia miatt el kellett halasztani. Több más nagy egyházi eseménnyel együtt is, mint a családok világtalálkozóját is egy évvel arrébb tették, az ifjúsági világtalálkozót is. Hát ezt is azért, hogy meg tudjuk tartani. Akkor 4700 lett volna, most 1100-nál tartunk, hiszen sokan első áldozók lettek közben, akik akkor igen. lettek volna. De azért most is még június 30-áig lehet jelentkezni, hogyha ott szeretne valaki első áldozó lenni. Nekik készülünk egy külön kis fehér ruhával, amit aztán haza is vihetnek a plébániára, kis emlékérmet is készítünk számukra, hogy mondhatja, ő a kongresszuson volt első áldozó. Tehát találkozunk még most is olyan valakit, aki 38-ban volt első áldozó a kongresszuson. Az én titkárság vezetőmmel együtt voltunk ott, a volt, tehát államtitkárság titkárság vezetője, a nyugdíjas szintén, és mondja, az unokáját ő nagyon szeretné, hogyha ott legyen a köztük, tehát majd lehet, hogy jelentkezett, majd rákérdezek. Hát még Alaszkából is jelentkeztek, hogy kinti magyarok, hogy ők szeretnék, hogyha ott lehetne elsáldozó. Nem tudom, azóta elsáldozott-e, ugye most megkavarta kicsit a pandémia a dolgokat, de remélem, hogy azért tényleg sokan lesznek. Hát mondom, 1100-nál tartunk most, de még lehet jelentkezni. Tehát ez az a nyitómise, ami még a egyházi iskoláknak a Veni Sanctéja is egyben itt Budapesten. És aztán hétfőtől péntekig, tehát a Hungexpont lesz, ugye azért mondom, hogy ez egy lelki gyakorlat, mert minden reggel egy közös imával kezdünk, aztán lesz egy katekézis, egy tanítás, tényleg a világ öt sarkából érkező bíborosok előadásában, egy tanúságtétel, mert egy tanúságtételre hívott minket Jézus, lesz egy szentmise, utána szünet, és aztán négy fakultációból lehet választani, és ez hétfőtől péntekig így lesz, kivéve szerdán, amikor nem lesz a Hungexpont szentmise, mert délután lesz szentmise, különböző nyelveken városszerte. És lesz egy isteni szent liturgia a bazilikában, hiszen görögkatolikus püspökök találkozója is lesz itt, európai püspök, görögkatolikus püspököké, és Jusef Apsi lesz a fő celebránsa ennek a szentmisének, úgyhogy erre is várunk mindenkit, az 4 órakor kezdődik, és 5 órakor pedig a különböző plébániákon, francia, angol, spanyol, olasz, román, magyar nyelveken lesznek szentmisék, ki megtalálja a neki legkedvezőbbet, és tehát erre is lehet jelentkezni, még ki is toltuk egyébként június 30-áig a korai jelentkezést, de egészen augusztus 29-éig lehet jelentkezni a kongresszusra. Gondolom. Nekünk viszont nagy segítség, ha már előre látjuk, hogy mennyien leszünk, csak arra gondoljunk bele, hogy nekem meg kell rendelni az ostyát, hogy tudom, hogy hány ostyára lesz szükségem, például. És ez már az anyagi vonzata is van. Vagy például, ugye a hét végén lesz az országház előtt egy ünnepi szentmise, amit majd követ egy eukarisztikus gyertyás körmenet egészen a Hősök teréig. Most oda is meg kell rendelnünk a gyertyákat, majd mennyit. Tehát mi oda is közel 100 000 emberrel számolunk, hogy ez egy igazi tanúságtétel lesz. Oda hívjuk a minisztránsokat is, hogy akik szeretnének a kongresszuson minisztrálni, azok jöjjenek. Nagyjából olyan 2000-2500 minisztránsra számítunk, akik majd vezetik ezt a körmenetet, tehát egy fantasztikus élmény lesz. És aztán a záró mise pedig a Stáció Orbis Ferenc pápával szintén a Hősök terén. De még közben lesznek egyéb programok, például a bazilikában lesz csütörtökön a közösségek szentségimádása, a gyónási lehetőséggel egybekötve, az este 7-től 9-ig, nagyon szép liturgiát állítottunk össze énekekkel, a közösségekből áll majd össze a 40 fős kórus és 25 fős zenekar, tehát az aktív mozgalmak, közösségek adják majd ezeknek a tagjait. Illetve pénteken az ifjúságra gondolunk leginkább, hiszen este 7 órakor lesz egy fergeteges Ákos koncert, aki direkt istenes, hittel kapcsolatos számaiból állított össze egy egyórás koncertet, és aztán folytatjuk a már kvázi brandé váló Forráspont ifjúsági estel, amiben lesz közös dicsőítés, tanúságtételek, szentségimádás, tehát este 7-től fél 11-ig tartjuk, és ez kifejezetten a 15-30 éveseknek szól ez a program, ez az ifjúsági este. És aztán érdemes itt maradni, hogy a másnapi programokon is részt tudjon valaki venni. Nagyon szívesen ajánlanám a honlapunkat, ahol minden információ fönn van, ahol regisztrálni lehet. Igazából nagyon egyszerűen lehet. Vannak programok, amire nem is kell regisztrálni, de hát, hogyha valaki a pápai misére szeretne jönni, és jó helyet szeretne kapni, annak minél hamarabb javasolja, hogy regisztráljon, mert aki nem regisztrál, és úgy jön el, annak a hátsó szektorokban tudunk helyet biztosítani.
és a honlapunk az pedig az iec2020.hu, tehát az Ilona Elemér Cecil 2020.hu. Ott van a program teljes részleteiben leírva, meg lehet nézni, melyik nap kitart fakultációt, ki az előadó, miről fog beszélni. Tehát ezt érdemes nézegetni, ez 6 nyelvű honlap egyébként, tehát külföldi ismerőseinek is ajánljuk jó szívvel, hogy nézze meg, jöjjenek el, mert hogy egy életre szóló élményt fog adni, és én ebben bízom, hogy ahogyan a 38-ast is nagyon sokáig emlegették, bízom benne, hogy máig ez így lesz. És még egy kapocsa a 38-al, ugye a himnusz. Hát máig énekeljük a győzelemről énekel napkelt és napnyugat himnuszt, és ez lesz a mostani kongresszusunknak is a himnusza, csak ennek van most egy új zenei feldolgozása is, egy kicsit modernebb, de a hagyományost is megőriztük ezzel együtt. Úgyhogy hát ez remélem, hogy úgy fog zengeni majd, mint 38-ban, mind a Kossuth téren, mind a Hősök terén. Tulajdonképpen nagyon sok helyen szenzációs jó zenekarok, énekkarok vannak, akár azt mondom, egy Borka Zsolt, vagy egy Síje Jenő, és így tovább. Ők szerepet kapnak valahol, vagy ez független? Hát kis kulisszatitkot határoljak el, hogy a körmenet alatt, ott meg a közösség szentségimádásából az énekeket a közösségek küldték, amiket ők szoktak énekelni, és abból raktuk össze. Többet küldtek, mint amennyi időnk volt, úgyhogy abból kellett összerakni azt, ami leginkább az est menetéhez illeszkedik. Illetve magán a körmeneten ott 8 részből álló ima lesz, hiszen a mindenik napnak van egy tematikája. Aha. Ugye az a mottunk, hogy minden forráson belőled fakad a 87. Zsoltár 7. verse, és az eukarisztiából fakad igazából a lélek ajándékai, a jóság, az öröm, a szeretet, a hűség, az önmegtartóztatás, a hit, és hogy ezekről lesz egy rövid elmélkedés, általában 3 nyelven, magyar, angol és még egy nyelven, és utána pedig különböző énekek jönnek, és az énekeket is igyekeztünk úgy összerakni, hogy mindenki találjon magának megfelelőt. Tehát lesznek benne hagyományos népénekek, lesznek benne más nyelven elhangzó énekek is, lesznek benne új tezé énekek, illetve a gitáros énekek, Síje Jenőnek is lesz elhangzó éneke, hát várhatóan. Úgyhogy nyilván abból a zenei gazdagságból, ami a katolikus magyar egyházat jellemzi, abból volt miből válogatnunk, úgyhogy én bízom benne, hogy mindenki megtalálja magának megfelelőt. A szentmiséken pedig ott 2 különlegesség is lesz. Az egyik egy lovári nyelvű mise, csütörtökön, ez az első bemutatója lesz, tehát mert hogy itt élő kisebbségeknek is szerettünk volna ezzel kedvében járni, tehát lovári nyelven hangzik majd egy csütörtökön a szentmise. Olá Patrika a zeneszerzője, és egy erre felkért énekzenekar fogja ezt előadni, de arra napra hívjuk a cigány és roma testvéreinket is. Akkor tart majd egyébként Székely János püspök atya és a Naphimnusz Napkerék Egyesülettel aha. együtt egy cigánypasztorációs fakultációt tartani. Úgyhogy ez egy nagyon fontos rész. Ennek nagyon örülök, mert végül is ugye Magyarországon azt mondom, hogy a 13 nemzetiség benne, ez az etnikum is, ez adja a színességét. Tehát biztos vagyok benne, hogy ezeknek a katolikussága az ott van, nem csak a nyelvezetét, hanem egy kicsit az ő kultúráját is. Mert úgy tudom, a száztalú cigányzenekar is ad programot. Például. Így van, hát az is része a kultúrának, és bocsánat, rosszul mondom, tehát a Ceferino Egyesülettel lesz ez a fakultáció. A Napkerék Egyesület az Kaposváron működik, szintén a cigányságot támogatóan. Igen. És a Naphimnusz Egyesület fog egy másik fakultációt tartani, szintén Székely János püspök atyával, de a Laudato Si-nak a világáról, a fenntartható fejlődésről, hogyan tudjuk ezt a világot, amit Istentől kaptunk, megőrizni és új adni tovább a következő generációnak. Tehát nagyon széles választéka lesz a fakultációban a témáknak, de tényleg a Husztoló Feudó atya jön, aki legalább 1000 helyen indított állandó szentségimádást. A csenákoló közösség tagjai jönnek, akik szintén az eukarisztiának köszönhetően szabadulnak a drog vagy más függőségekből. Lesz itt szó a Szentföldről, mint az eukarisztia földjéről. Hollerich bíboros tart fakultációt, evangelizáció és társadalmi kötelezettségünk címmel eukarisztia témakörében. Tehát nem tudom mindent fejből elmondani, mert olyan gazdag, hát, hogy érdemes lesz tényleg ezt megnézni. Hát itt ezek szerint Brazíltől kezdve Indiaig. Mindenféle. Így van. Most hát igen, ettől nemzetközi is, és hát érdekeltségéből adódóan is. Azért Brazíliába is járva azért a katolicizmusnak ott is jelentős, úgyis mondjam, tömegbázisa van, és hát
természetesen, vagy akár Mexikóba is. Igen. Hát Erdő Péter bíboros úr külön kiment Brazíliából, egy több előadásból tartó sorozatot tartott hívva az ottaniakat, és hát onnan is jön majd előadó, João Tempesta tartja az első katekézis például. Azt hiszem a Rio Janeiro. Így van. Érsek vagy így van. Bíboros. De mondom, tényleg Indiából, Kanadából, USA-ból, Szentföldről, Rómából, tehát sok helyről érkeznek. Ennek nagy részét bíboros atyának van a legnagyobb szerepe, hiszen ő nagyon sokakat ismer, nagyon nagy világlátása van, és a világegyházra is rálát, tehát ő tudta, hogy kiket érdemes meghívni, akiket tényleg szeretne, és jó szívvel ajánl mindenkinek. És azért sem hagynám ki senki helyébe ezt a hetet, mert egy ilyen előadói gárda nem volt még együtt Magyarországon, akiket most itt együtt hallhatunk. Nem kell félni, nyilván nem magyarul fognak előadni, de lesz tolmácsolás 6 nyelvre. Úgyhogy ezt is... Ebből gondolom készül majd utána egy ilyen, mondjuk nem csak vizuális, hanem talán papíralapú kiadvány is, vagy könyvsorozat is lehetne. Igen, ebből. Tehát nem is egy kötet, nyilván fog készülni egy szép emlékkönyv, mint a 38-as kongresszuson is készült, a színes fotókkal teli esemény bemutató könyv, de emellett 3 kötettel készülünk még, mert hogy lesz egy teológiai szimpózium, ami kifejezetten egy szűkebb rétegnek egy mély teológiával foglalkozó tudományos konferencia, az Esztergomban lesz szeptember 2-től 4-ig, és annak az előadásai is össze lesznek gyűjtve egy kötetben, aztán a fakultációk anyaga lesz egy kötet, és aztán összes többi előadás is köszöntő prédikációk gyűlnek össze. Tehát 3 kötet plusz az emlékkönyv. Én ajánlottam Miboros úrnak, el is küldtem neki az, hogy akkor, amikor 38-ban Bacsali Bíboros itt volt, akkor elvitték őt Budafokra, és a Budafokon egy, amelyik volt az úgynevezett misebor, azt a hordót megszentelte, Szent István hordó megszentelte, és hogy annak a fotója, ugye sajnos megszűnt, én utána mentem, és a magát a hordót utána nem használták, és ebből adott tönkre ment. Igen, az előlapja van meg még, igen. De a fotója megvan, azt én elküldtem neki. Sőt, az előlapja is megvan még. Így van az előlapja, és én azt javasoltam az új tulajdonosnak, hogy mi lenne, hogyha megcsinálnák ezt, és tegyük fel az ottani, ne a pincébe, ez hogy körülbelül 1,5 kilométert kell menni. Én elvittem oda 98 őszén, amikor a Vatikánnal diplomás kapcsolatok újra felvételé részt vettem a kormányküldöttségbe, és amikor visszajött Bukovszky és Kolaszunó érsekek, akkor elvittem őket oda, és az ottani promontor Vinnek a vezérigazgatója fogadott, és elvittük oda, és ők is megszentelték ezt. Nem tudtak róla. Hogy ez most ezt, ha ezt megcsinálja ennek a másolatát, és mondjuk a ottani plébánia udvarán van, akkor kikerül oda, hogy mindenki számára ismerté váljon, és esetleg ez is egy emléket, hogy hozzá lehetne tenni a mostani dátumot is. Tehát gyakorlatilag ez egy kádár munkát jelentene talán. Nem az kell, hogy bor legyen benne, hanem az, hogy az emlékei, most már mindkettőre való emlékezésnek lehet egy záloga, tehát elsősorban az, hogy, és ez azért mondom, hogy ez egy érdekes, és bele is vésték. Az ottani volt polgármester, illetve képviselő, az egy jó Ernő, már sajnos már meghalt, ő írt erről, és ezt a könyvet is odaadtam, hogy ez is azok közt lehessen, hogy végül is azért ez az emlék, az emberekbe, pláne ahogy te is mondtad, meg én is, hogy a sok ember megérhette ezt a 38-at, és az unokáinak mit adott, tehát hát ez az emlék tovább élhessen a következő nemzedékbe is. Tehát ez csak egy érdekesség. Hát viszont van egy másik nagy emléke a 38-nak, ez a Lánchídnak a kivilágítása. Hát igen. És éppen most kezdődik majd a felújítása, úgyhogy reméljük, hogy ez a szép új Lánchíd majd a 2021-es kongresszusnak az emléke lesz. Hát. Tehát erre kaptam a díszkivilágítást, és találkoztam is annak az unokájával, aki ezt csinálta. Úgyhogy ezt jó tudni, ettől kezdve ránézünk a Lánchídra, akkor a 38-as kongresszusra készült el, illetve a Hősök tere is a 38-as kongresszusra lett így átalakítva. Igen, igen. Tehát végül is a következő nemzedéknek ezt az emlékeket és a vele járó szellemiséget, természetesen a keresztény mi volt és Jézus személyiségének kiemelésével lehetne talán, hogy is mondjam,
a kereszténység mindhárom ágával összefogva, egy a gondolkodó ortodoxia, a protestantizmus, katolicizmus, a görög katolikusággal együtt, az a félelem, hogy Európában a kereszténység kvázi csökken és megszűnik, ha összefogással, ilyen rendezvényekkel lehet, hogy is mondjam, legalábbis optimista vagyok, meg lehet menteni Európának az igazi keresztény gyökerét. Hát bízunk benne, hogy ilyen szerepe is lesz ennek a kongresszusnak, de biztos, hogy szívtől szívig, szemétől személyig tudjuk továbbadni az örömhírt. És ez a mi felelősségünk, hogy a mi saját hitünkben erősödjünk, és a meggyőződésünket adjuk tovább. Mert én azt tapasztalom sok helyütt, hogy azért nem nevelik keresztény hitben a gyermekeiket, mert ők maguk sem biztosak a hitükben. Tehát nekünk ebben kell nagyon nagy erőt adni, hogy igen, ez a hitünk, és az igazság is a hit, az kell, hogy korreláljon, és amit mi hiszünk, az igaz. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és azt hiszem, hogy sok ember számára, hiszen ezt a beszélgetést több televízió, rádió is átveszi, hogy ad ez is egy segítséget ahhoz is, nem csak az, hogy újra megtalálják az emberek a hovatartozásukat egy személy élete és munkássága révén, hanem esetleg ez a szeptemberi programot is gazdagíthatja, hiszen ez, mondom, a Apostol Televízió, Pax Televízió, Heti Televízió és helyi televíziók, rádiók is átveszik nap mint nap, úgyhogy örülök, hogy találkoztunk, és hát elmondtad nem csak az életedet, hanem a jövőt illető. Biztos vagyok benne, hogy ezután neked egy jeles feladat vár még rád, amikor ez befejeződik. Én azt még nem tudom, de a Jóistenre bízom. Én nekem van ilyen érzésem, hogy veled a Jóisten nem itt fejezi be a munkásságot, és nem plébánián, hanem lehet, hogy nagyobb szolgálati feladattal. Hát ehhez kívánok neked, meg ehhez a mostani munkához sok sikert. Hát köszönöm, hogy itt lehetett. Én nem válogatok, és köszönöm szépen. Amit a Jóisten küld, azt fogom csinálni.